Sziasztok! A Montenegro Magyarország Európa bajnoki selejtező mérkőzés rövid összefoglalóját fogott tőlem hallani, sem képet, sem videót nem fogsz a mérkőzésről látni, mert ezek jogdíjasok. Ha kíváncsi vagy, akkor az m sporton meg tudod nézni. Azzal szeretném kezdeni ennek az összefoglalónak az elmondását, hogy nagyjából a 90-es évek eleje és a 2010-es évek közepe között ezt a mérkőzést a magyar válogatott simán elveszítette volna. Ez az ilyen típusú ellenfél ellen általában nem voltunk képesek még pontot sem szerezni. Mi történik? Birkózás, verekedés, nyomakodás, kicsit kinyílunk, akkor bemennek a résekbe, berúgják, kontráznak, berúgják. Tehát nagyjából ezek, ezek jellemzik az ilyen típusú verekedős, harcos csapatokat. Ezek egyrészt ugye ilyenek, mint a skótok, az írek, a velsziek, másrészt pedig az összes balkáni csapat gyakorlatilag, talán a horvátok kivételével, meg a szerbek kivételével, akik technikás focit játszanak. Ehhez képest a csapatnak az erejét, a tartását mutatja az, hogy ez a mérkőzés azért csak nem lett vereség, és ugye így voltak éppen megőriztük a második helyünket, és külön jól jött nekünk, hogy a Bolgár-Litván mérkőzésen is történt, tehát igazából ők már egyre kevésbé tudnak beleszólni a jövőben is a, a mérkőzések alakulásába, és itt van a Litván mérkőzés pár nap múlva, és azzal be lehet biztosítani a csapatnak a második helyét, tehát ez mindenképpen megfelelő, és igazából, ha, ha az itthoni mérkőzésen Montenegro ellen legalább egy góllal nyerünk, ami benne van a pakliban, akkor biztos, hogy mi jutunk tovább, de még döntetlen esetén is nagyon nehez esélye arra, hogy mi fogunk tovább menni. Úgyhogy röviden ez a lényeg ennek a mérkőzésnek, és Nyilván azok, akik puskásékra vagy détáriékra gondolva azt gondolták, hogy itt majd a montenegrói csapatot két-három góllal győzzük le. Nekem is voltak ilyen kommentelőim. Hát azok nem nagyon figyelték a montenegrói csapat eddigi mérkőzéseit, és inkább a túlzott önbizalom szólt belőlük, mert hogy a montenegrói csapat egy nagyon harcos csapata, ahogyan a több összefoglalomban is elmondtam. igazából volt-e valami, ami meglepett a mérkőzés látva? Azt gondolom, hogy a mérkőzés eleje volt, ami engem meglepett. Azt gondoltam, hogy nem fognak ennyire, ennyire nyíltan letámadva, magasan letámadva rámenni a magyarokra, de utólag végig gondolva ez tök logikus volt, hiszen ők otthon vannak, nekik a három pont kellett volna, és tök nyilvánvaló, hogy látták a magyarok összeállítását, ismerik a magyar, magyar válogatott erényeit és hibáit, tudták azt, hogy középen sztájsz és nagy, bár nagyon hajtós és nagyon technikás játékosok, de nem olyan erősek, tehát nyilvánvalóan le kell őket támadni, lökni kell, labdát szerezni kell, és aztán a megszerzett labdát minél előbb rálőni, ez volt tulajdonképpen a lényeg, illetve a magas csatároknak valahogy bejátszani, hát ha, ha nem is Orbán, de talán Lang esetleg bizonytalan lesz. Világosan látszott, hogy az első fél ez volt a taktika, és hát tulajdonképpen abban az értelemben bejött, hogy rengeteg távoli lövésük volt, abban az értelemben szintén bejött, hogy, hogy voltak beadásaik, amiket szerencsére kifejeltünk, de tulajdonképpen, ha egy kicsit jobban céloznak, kicsit pontosabbak lettek volna, akkor akár gólt is szerezhettek volna ebből. Mi pedig gyakorlatilag teljesen megzavarodtunk attól, amit ők csináltak, nem számított rá a rosszi csapata, úgyhogy gyorsan ezt, azt a megoldást hozta a csapat, hogy Szoboszlai egy kicsit hátrébb lépett, tulajdonképpen ilyen 6-8-as pozícióba lépett át, és ezzel próbált erősíteni a védelmet. Ami külön nagyon rossz volt, hogy igazából sem a bolla, sem a kerkez nem volt kiemelkedő. Én azon gondolom, gondolkodtam, hogy az, a másik félő elején lehet, hogy le kellett volna hozni a bollát, és a helyére ugye a botkát kellett volna behozni, mert hogy az, arra lehetett számítani, hogy megpróbálják folytatni ezt a játékot a montenegróiak. Nagyon érdekes, hogy a szünetben minden bizonyjal arra jutott a montenegrói edző, hogy ha ezt tovább csinálják, ezt az agresszív letámadó focit, akkor annyira ki fognak fáradni a játékosok, az idősebb játékosok különösen, hogy a végén már a, a fülükön fogják, a, a, meg a hátukon keresztül fogják a levegőt venni. Tehát tulajdonképpen kicsit feladván azt, a, azt az erőteljes, agresszív, letámadó játékot, amit addig játszottak, nem is kicsit feladván, ugye egy védekező focit kezdtek el csinálni. Tehát voltaképpen, voltaképpen Rossi jól csinálta, hogy Bollát fennhagyta, és az volt a taktika, hogy Bolla mindig, mindig a, a jobb szélről befut közép felé, és ezzel létszámfölényt produkál, és abban a létszámfölényben addig-addig passzolgatunk, amíg végül ugye el, el tudunk jutni gólhelyzetig. <kül> Sajnos ennek az is akadálya volt hogy nem nagyon tudtuk megjátszani Ádám Martin. teljesen felesleges volt az első fél időben az a pár beívált labda, Montenegro ellen ívágetni egyáltalán nem kell, Montenegro ellen be kell vinni a labdát a 16-osra, passzolgatni, úgy kell focizni, mint régen a kispályán a, a csapatok játszottak, rengeteg passzal, driblizgetve, lepattanó labdát rárugni, tehát ezt kellett volna csinálni, ebből az első fél időben semmit nem láttunk, a másik fél időben viszont, amikor már kezdtek nagyon elfáradni, és bejött Csobot, ami jó megoldás volt, akkor már egy kicsit többet láttunk ebből a történetből. Tehát rátérve a másik félőre, a másik félőben átadták a terepet a magyaroknak, és megpróbáltak kontrákkal élni. Hát azért mondjuk meg őszintén, túl veszélyes kontráik nem voltak, inkább mi csináltunk nekik helyzeteket. Alapvetően mi viszont nem tudtunk igazán nagy helyzeteket kialakítani, bár Varga Barnát hozta be, hogy Ádám Martin helyett, ez egy tulajdonképpen nagyon jó csere volt, és lehet, hogy hamarabb is lehetett volna, de ugye az 59. percben ö, volt ez a csere, de, de azt lehet mondani, hogy nem tudtuk igazán a saját ö, ö, tudásunkat, tehát a játékosokban rejlő képességbeli tudás érvényesíteni, bár már elkezdtük ezt a passzolgatós focit csinálni. E, igazából ez, ez volt tulajdonképpen ennek a játéknak a lényege, hogy egy mérhetetlenül agresszív, rendkívüli módon rugdosódó ellenfél, amelyik nagyon motivált volt, az első fél időben majdnem meglepett minket, de többször volt szerencsénk, hát gondoljatok a nagyádinak a, a visszafelé fejelt labdájára, ami kapufára ment, meg a, volt ott a, a is egy ívát, lövése, ami hát azért be, majdnem beakadt. Tehát az elején szerencsénk volt, a másik félben viszont nekünk kellett volna többet mutatni. Na most az a kérdés, hogy miért nem mutattunk többet, mondom az érveket. Az egyik érv az, hogy, hogy ugye középen a magyar csapat lyukas volt, Szoboszlai az első félben nagyon sokat volt hátul, a másik félben kicsit előrébb jött, de bátortalan volt. Tehát az a helyzet, hogy egy kicsit szerintem neki most a Newcastle meccs járt, meg a Newcastle csapata járt a fejében, ez így nem nagyon jó, tehát tőle azért többet várunk. Azt gondolom, ez minden túlzás nélkül mondható, akkor is, hogyha már láttam egy pár nemzetközi értékelést, és a csapat legjobbjaként értékelik általában, tehát ilyen 8 körüli teljesítményre rakják őt. Hát azért, amikor gólhelyzete volt a 62. percben, olyan gyengén rúgta a kapus kezébe, a volt MTK kapus kezébe, hogy az, az valami elképesztő volt. Tehát a csapat kapitányától azért többet várunk, jobban ott kellett volna lenni a második félidőben, határozottabban lőni, bátrabban szervezni a játékot, és akkor lehet, hogy meg lehetett volna ez a mérkőzés. de, de visszatérve a, a, lényegre, nem kell egyáltalán szomorkodnunk, bár nagyon sokan szomorkodni fognak. Ebben az időszakában, a nyári időszakában a magyar labdarúgásnak, hát a rossz előtti szakaszban általában stabil vereségek voltak. Ahogy a bevezetőben mondtam, ráadásul ugye a Montenegrói csapat ellen, az ilyen típusú csapatok ellen szinte 100%, Okosan borítékolható az, hogy vereség lett volna. Ehhez képest ez a csapat küzdelemben, harcosságban csak behozta a döntetlen, és higgyétek el, hogyha itthon legyőzzük Montenegrót, akkor ez egy nagyon értékes, nagyon fontos döntetlen lesz, mert a szerbek ellen van egy ilyen érzésem, és próbálok nagyon finoman fogalmazni, hogy kinn egy olyan 1-0-2-0 lesz a szerbeknek, itthon meg 1-0-2-0 nekünk, mert hogy ugye az a legjobb mind a két csapatnak, hogyha 3-3 pontot szereznek, nem pedig az, hogyha egyik is döntetlen, másik is döntetlen, tehát nekem az az érzésem, hogy ez fog történni, tehát innentől kezdve ugye az a tétje a történetnek, hogyha Montenegrót legyőzzük, vagy legalább egy döntetlen játszunk velük a Puskás stadionban, és nagyon jelentősen legyőzzük a két gyenge ellenfelet, sokkal több góla, mint Montenegró, akkor mi megyünk tovább. Tehát tulajdonképpen ennyire egyszerű a helyzet. Úgyhogy semmi baj nincsen, nagyobb válogatottak is megküzdöttek már Montenegróban, és nagyobb válogatottak is rendkívül nehéz meccseket játszottak, nem egyszer döntetlent játszottak az ilyen típusú csapatok ellen, úgyhogy szégyenkezni biztos, hogy nincsen okunk ezután a mérkőzés után, és még egyszer szeretném fején a figyelmet arra, hogy akik esetleg ilyen sziporkázó játékkal nagy győzelmet vártak, azok kérem szépen, hogy térjenek vissza a valóságba, mert a magyar válogatott az nem azonos a Brazillal, meg nem azonos a mondjuk a Franciával, vagy nem azonos a Dánnal, amelyik ezt a csapatot nagyon könnyen le tudta volna győzni. A magyar válogatott Európa középmezőnyének tetején van, amelyik számára rendkívül nehéz feladatot jelent egy ilyen küzdelmes, a közönség által motivált csapat elleni játék, és ezt bizonyos értelemben azért hoztuk, tehát nem, nem lett Albán meccs a vége, ami már önmagában egy nagyon jó dolog. Egyenként megnézve a történetet, Tulajdonképpen Dibusznak volt egy-két jó védése, eléggé biztosan állt a lábán, amiket, lövéseket kapott, azoknak a nagy része elkerülte a kaput, de volt azért egy-két jó védése, tehát tulajdonképpen ő mutatta, hogy neki helye van ebben a csapatban. Ami meglepő a védelemben, hogy Orbán és Lang nagyjából azonos szinten játszott jól, és Szalai meg nagyon sokszor megzavarodott, talán egy kicsit sok már Attilának ez a 50 feletti mérkőzés ebben, a, ebben az idényben, én nagyon remélem, hogy a litvánok ellen azért hozza magát. Más kérdés, hogy az elején még volt ereje előre menni, és bizony azért egy nagyon-nagyon szép fejese volt neki, ami beakadhatott volna, és akkor az egész mérkőzés másképp történt volna. Középen egyrészt nagyon hajtott Styles, és nagyon-nagyon szép mozdulatai voltak Nagyádinak, viszont továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy ezek fizikailag kevéssé erős gyerekek, és ezért volt a középpálya fölény az első félidőben a Montenegrójak részén mert Szavicsevic, Sekics meg Jánkovics erősebb volt, és ezek szépen eltolták a mi játékosainkat, tehát ezek, ezek jól játszottak, de, de hát kellett volna egy vécsei típusú hatos középpályása, vagy nyolcas középpályás csapatba, és akkor nem lett volna egy kicsit átjáróház az első fél a középső sávunk. Ugye Kerkez nagyon hajtott, de nagyon sok hibával játszott, remélem a litvánok ellen már sokkal jobb formába kerül, és bizony ott, hogy Bolla, Bolla nem nagyon tudott labdákat kapni, hála Istennek nem nagyon használták ki azt, hogy a két hátvét közül azért mondjuk meg őszintén a bolla a gyengébb. A bollát azért olyan, olyan típusú játékba kell fölhagyni, a Grasshoppersben is ezt játsza, amikor támadnak. A védekezésből nem olyan jó. Tehát az a szerencsénk tulajdonképpen, hogy az ő oldalán ez a Veszovics, meg ez a Vujácsics, meg sajnos a, a Dac iránti miatt mondom, hogy sajnos egyébként a magyar csapat szempontjából fantasztikus, hogy Krisztovics nem volt igazán formában, és nagyon demoralizálta az, hogy Orbánnal a Bundesliga talán legjobb hátvédjével találta magát szembe, úgyhogy messze nem volt olyan jó, mint a szlovák bajnokságban, hála Istennek. Tehát visszatérve a dologra, ugye hát azt jobban végig kellett volna gondolni, hogy esetleg a botkát hamarabb behozza, mert a botkában van váratlan, és a botkában van gólszerzési lehetőség is, ezt azért ne felejtsük el. hát kiről kell még beszélni, Salairól, akinél hát megint észrevettük ugyanazt, hogy, hogy az elején nagyon hajtott, nagyon küzdött, rengeteget rúgták, rengeteget rúgták, és az is világosan látszott, hogy ő nem érezte indokoltnak az, hogy lecseréljék. Szerintem meg jó volt, hogy lecserélték. Az 58. percben Csobot jött be, és Csobot nagyon megélénkítette a játékot. Tehát ez egy nagyon jó ötlet volt, és bizony egy kis szerencsével akár golpaszt is adhatott volna, nem egy esetben Csobot Kevin, úgyhogy az újpestiek örülhetnek, hogy az ő játékosuk az egyik legjobb volt ezen a mérkőzésen. No, összefoglalva, amit láttunk, ugye az ember tragédiája kifejezéssel egyik kifejezésével fogalmazva, ugye az akasztás elmaradt. Tehát ez mindenképpen egy jó hír. A magyar válogatott helyzeti előnyben van, Montenegróhoz képes, nézzétek meg a táblázatot, tehát azonos pontszám, de jobb, jobb a gólkülönbség, és hát bizony, ugye a litvánok elleni mérkőzésen minél többet kell rúgnunk, és akkor még jobban ott vagyunk az elején a történetnek, úgyhogy tulajdonképpen azt kell mondjam nektek, hogy minden rendben van. Nagyobb csapatoknál is benne van ez a, ez a levegőben, nagyobb csapatoknál is történik ilyesmi, tehát akkor most ez volt, innen megyünk tovább, nem volt veresség, nem kaptunk gólt, ezek a lényeges dolgok. Na hát ti is elmondjátok majd, egész biztos vagyok benne, hogy azok, akik Albertékkal, meg Détáriékkal hasonlítják össze ezt a magyar válogatottat, azok megint elkezdenek károgni, hogy úristen milyen rossz volt, úristen milyen rossz. De aki érti a labdarúgást és tudja, hogy magas színvonalon védekezni, bármelyik csapat meg tud tanulni, és azért ott volt a Szavics, aki az Atletico Madrid középhátvédje, az azért tudja értékelni az ilyen mérkőzéseket is, én tudom értékelni az ilyen típusú mérkőzéseket, úgyhogy fel a fejjel, aki szomorkodik, a litvánok elleni meccset be fogjuk húzni, és a második helyen simán zárjuk a nyarat, és onnantól kezdve pedig, ugye, pedig jó játékokkal, jó meccsekkel, a további mérkőzésekkel is, is simán lehet biztosítani a magyar csapat csont nélküli továbbjutását. No, ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett vagy egyetértesz nyomja nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámom, vagy nyomd, be a, nyomd meg a szuperköszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás! A jó Isten áldjon meg mindenkit!